Katonai szolgálat alatt a szolgálattól összefüggő balesetben vagy támadásban elhunytak árváinak rendezte meg az árvák karácsonya elnevezésű karácsony ünnepségét a Honvédelmi Minisztérium december 19-én a Stefánia palotában. A Honvéd együttes művészei ünnepi műsorukkal csipetnyi karácsonyt varázsoltak az épület ódon falai közé, majd Hende Csaba honvédelmi miniszter osztotta meg karácsonyi gondolatait a gyerekekkel. Nem lehet meghatottság nélkül végignézni ezeken a kis árva gyerekeken. Karácsony a családok ünnepe, a családokban mindenkinek megvan a maga szerepe, feladata, kölcsönösen támogatják egymást, számíthatnak egymásra. Nagyjából ugyanúgy, hogy ez a honvédségben is van, mindenkinek megvan a maga beosztása, mindenki a legkisebb beosztásban lévő is pótolhatatlan és elengedhetetlen alkotó része a nagy egésznek, és ezt az egészet, ami a honvédség, a bajtársiasság, családias érzése fogja össze, mindnyájan tudjuk, hogy számíthatunk egymásra. És azt mondtam a gyereknek, hogy ők is minden időben számíthatnak ránk, és az utánunk jövőkre is, hiszen mi is számíthatunk az ő szüleikre, akik már sajnos nincsenek velünk. Karácsonyi rendezvényen erdélyi fiatalok is részt vettek, akik Böjte Csaba ferences rendi szerzetessel érkeztek Budapestre, hogy rövid műsorokat előadhassák. Böjte Csaba a közönséggel megosztott ünnepi gondolataiban hangsúlyozta, ha karácsony estén valamit letehetne a jelenlévők karácsonyfája alá, az az lenne, hogy merjenek jók lenni, merjenek rálépni a szeretet útjára. A gyerekek a karácsonyfa közös feldíszítése és az ünnepi fények felkapcsolása után Hende Csabától, dr. Benkő Tibor vezérezredestől, Honvéd vezérkar főnöktől, illetve Stipic Árpádtól, a Szent Lázár Alapítvány elnökétől vehették át ajándékaikat. Természetesen az Erdélyből érkezett gyerekek sem távozhattak üres kézzel, a honvédelmi miniszter őket is karácsonyi ajándékkal lepte meg. Hosszú perceken keresztül csak a csomagoló papírok zörgését lehetett hallani a teremben. A gyerekek boldogan, ám néhányan mégis könnyes szemmel bontogatták az ajándékokat. Természetesen mi is kíváncsiak voltunk, mit rejtettek a csomagok. Könyvek főként, mert hiány voltam már olvasmánynak, és gondoltam, hogy itt a téli szünet lesz időm, és fel tudnám tölteni a raktárakat. Ilyen grafikai filctollak, amik azért jobbak, mint a rendes filctól, amit megveszek, mert ez szóval nem olyan, másmilyen. Szóval árnyalatokat tudok vele csinálni, sötétebben fog, meg világosabban, ha úgy akarom. Digitális képkeret, mert szeretek fényképezni. Az ajándékbontást ünnepi ebéd követte, asztali áldást Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püspökség általános helynöke, illetve Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök mondott.